Ez a Tolnai Pajta tér. Rövidesen a Jövőnk Energiája közalapítvány pályázatának köszönhetően megújulhat a közvilágítás ezen a téren. A munkálatok beindulásáról már született korábban döntés, és a tervezési szakaszon is túl van a hivatal. Itt pontos számokkal tudtunk kalkulálni, tehát egy pontos összeget tudtunk benyújtani a támogatási igényként. Tehát itt most döntés született arról, hogy meg fog valósulni, és támogatást kérünk az alapítványtól. A másik pedig egy régóta húzódó, de talán sose annyira szem előtt lévő probléma volt. A Laktanyai Épület Együttesnek a belső udvarát szeretnénk korszerűsíteni, legfőképpen a kerékpáros és gyalogos közlekedést szeretnénk még ennél is biztonságosabbá tenni. Tehát ebből a két részből fog a JETA-hoz benyújtandó pályázatunk lenni. Az egyik a pajtatér közvilágítás korszerűsítése, a másik pedig a Laktanyai Épület Együttes belső felújítása. Az idei esztendőben 13 millió forintra pályázhatnak az önkormányzatok az alapítványnál. A belügyminisztérium pénzalapjából elnyert forrásból indulhat meg Tolna egyik legöregebb óvodájának felújítása. A Selyem óvodában jelenleg 3 csoportban 75 kisgyerek jár. A város többi gyermekintézményében már megtörténtek a korszerűsítési munkák, mondta Tolna polgármestere, ezzel a pályázattal az elmaradásunkat tudjuk pótolni. A Selyemgyári óvodának a korszerűsítésére fogunk pályázni. Ez gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ami ebbe a maximálisan pályázható támogatásba, illetve a város önerejébe, ez egy 60 millió forintos összeg, ebbe a nyilászárócsere, külső hőszigetelés, vakolás és a tetőcsere minden tartozékával bele fog férni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó döntés mindegyik, és nagyon fontos az, hogy az infrastruktúrát a jövőben is tudjuk javítani a város közintézményeiben. Mi igyekeztünk folyamatosan az összes óvodát felújítani, a Selyem óvoda maradt eddig ki, és nagyon remélem, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk, akár ilyen forrásba, akár majd az uniós forrásokba az intézmények felújítására. A Peszafel Ágnes polgármester azt mondta, bár tudja, hogy a város úthálózatának korszerűsítése kiemelkedően fontos feladat lenne, és ebben a pályázati alapban ez is forrást kaphatott volna, ám Tolnának már van ezt a fejlesztési koncepciót támogató beadott pályázata. Folyamatban van nekünk egy elég nagyszabási útrekonstrukciós projektünk, ez az út a jövőben, aminél már lassan aláírom a kivitelezővel a szerződést, és remélem, hogyha jó idő lesz, akkor hamarosan el is tud kezdődni az utak, illetve a járda felújítása. A COVID miatt február közepére halasztották Tolna város önkormányzatának rendesülését, akkor dönt a képviselőtestület a város idei költségvetéséről is.